Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Sapiencia Szabad Egyetem sorozat következő estjén, a Családteológia Intézet szervezésében, és szeretettel köszöntöm Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikót, beszélgető társaimat, valamint Röder Judit állandó segítő szolgálmas munkatársunkat, hogy a mai estén a házasságról beszéljünk, a házasságról, amelyben vannak krízisek. Vannak benne természetes, normatív krízisek, meg hát vannak olyanok, amikről tehetünk. Ismét csak azt kell mondanom, hogy nem úgy ülünk itt, mint akik nem érintettek a témában, hanem mindhárman házasként magunk is itt-ott kicsit a lejtő közepén, alján tudunk lenni, mi magunk is éljük, csináljuk a házasságunkat, tudunk krízisben lenni. Ezért fontos, hogy itt vagyunk együtt, és hogy gondolkodunk erről a témáról, hogy a házasságunk az jó legyen. Bevezetésként elmondhatjuk azt, hogy azért elég sok ellenszéllel találkozunk, amikor a házasságot próbálunk élni napjainkban. Az egyik például az, hogy nagyon bizonytalanok a szerepelvárások. Tehát az, hogy mik egy férjnek a feladatkörei, mik egy feleségnek a feladatkörei eléggé megborultak manapság, illetve változóban vannak a régi kialakult szerepelvárásokhoz képest, azért nagyon sokat változtak. A másik, hogy nagyon erős érzelmi elvárásokkal lépünk bele egy házasságba. Kicsit sarkítva úgy is mondhatnánk, hogy hát a teljes boldogságot várjuk tőle. Azt gondoljuk, hogy persze ott van a munkavilága, ahol ki lehet bontakozni, de igazándiból azért mégiscsak a házasság az, aminek engem boldoggá kell tennie. Tehát vannak ilyen elvárásaink. És hát amit szintén még elmondhatunk itt, az az, hogy lévén, hogy egyre több házasság ugye felbomlik, ezért egyre kevesebb a pozitív minta, amivel találkozunk. Tehát, hogy hogyan lehet jól csinálni egy házasságot, hogyan lehet jól megélni egy házasságot. Mielőtt belemelegszünk a témában, nagyon fontosnak tartom, hogy az alapkeretet, azt soha ne veszítsük szem elől. Az alapkeret az, hogy a házasságunkban a Szent Háromságos Istenhez tartozunk, és az egyházi közösséghez tartozunk. Azért fontos ez, mert a házasságnak, mintha lenne egy ilyen polgári értelmezése, ami begyűrűzik a keresztények közé is, a polgári értelmezése a házasságnak azt jelenti, hogy a házasság vagy boldogítson, vagy el kell válni, vagy nem jó a házasság. A házasságnak az értelmezését kérem, mi itt kapjuk, a két körnek a meccéspontjába itt kapjuk, amikor az oltár előtt házasságot kötünk, akkor értelmezést is kapunk az egyháztól, hogy hogy kell érteni a házasságot. Ne úgy, mint a polgáriak, mint a civilek, akik egy ilyen maximális kiteljesedést, élvezetet várnak a házasságtól, hanem az oltár előtt kérem, ezt megkapjuk, és hát ez picit fájdalmas, hogy olyan házasságunk lesz, amiben lesznek tövisek. Az öreg szentpárra emlékszünk, amikor azt mondja, hogy Uram, tövist kaptam az ódalamba, háromszor kértem, hogy vedd már el, úgy jobb lenne. Úgy könnyebb lenne a te apostolodnak lenni. Ugye a házasságunkkal is tudunk így lenni, hogy Uram, úgy jobb lenne, hogyha ezt meg ezt a tövist úgy kihúznád a házasságunkból. Szóval minden héten tudok 500 ötletet az Istennek adni, hogy mit kéne máshogy csinálnia. De fontos az, hogy a házasság, a boldogság értelmezését mi nem a civil világtól kapjuk, hanem az oltártól, az egyháztól, a Szent Háromságtól. És ehhez hozzá tartozik a vértanúi boldogság. A keleti esküvőn ezért adunk koronát az ifjú pára, amiben ott van a vértanúság is, és el is énekeljük a vértanúknak az énekét, hogy ebben a házasságban így természetes, hogy lesz tövis, lesz vértanúság is. És még egyet hadd mondjak, amikor küzdünk, akkor szeretünk ezekből a körökből elbújni. Elbújni az Isten elől, templomba se járni, szégyellem magam, hogy megcsaltak, meg alkoholista a férjem. Szeretünk elbújni és kiszakadni ebből a két körből. Azt kell mondanunk, hogy maradjon csak ott a házas pár, és vegye csak igénybe az Istennek a segítségét és az egyházi közösségnek a segítségét. Van még egy hibás felfogás, amelyre van egy kifejezésünk is. Révbe értem. Végre összeházasodtunk, végre elvett engem az a fiú, vagy végre hozzám jött az a lány, hátradőlhetünk, kész, megvan. Rengeteg problémánk fog származni abból, hogyha így gondolkodunk. Ezt a kifejezést törölni kéne a szótárból. Helyette az elindulunk a hullámzó és helyenként viharos tengeren című kifejezést kellene a házasság kötésre alkalmazni. És aki már vitorlázott életében ilyen kisebb fajta vitorlással,
pontosan tudja, hogy amikor azon a gyönyörű vízen halad a hajónk, akkor egy pillanatra sem vehetjük le a szemünket a széljelzőről, egy pillanatra sem lazíthatunk. Állandóan igazítani kell a kormányt és a vitorlát az állandóan változott helyzethez, és néha bizony borulunk kicsit, meg nagyot, meg dől a hajó, sikoltozunk, de ez nem azt jelenti, hogy benn leszünk a vízben, hanem megint állítunk a vitorlán, és megint száguldunk, és borzasztó nagy élvezet az egész, pedig nem kényelmes, és állandó figyelmet és koncentrálást igénylő feladat. Na, ilyen a házasság is. A válás ritkán kijut. Azért vagyunk itt, hogy töprengjünk azon, ha krízisben vagyunk, hogy juthattunk oda, mit kell csinálni, mit nem szabad nagyon csinálni. Az elején leszögeznénk azt, hogy a válást nagyon nem tartjuk megoldásnak. Statisztika beszél arról, hogy amikor megtörtént a válás, akkor utána 10-15 évig képes hordozni az ember magában a gyűlöletet. 10-15 évig több gondot vett a nyakába, mint amit megoldott. Aztán látjuk azt, hogy mikor ezek elválnak és kötnek új házasságot, hogy ott a válási statisztika még nagyobb. Ha házasságoknál 45-50% az újraházasodottaknál látunk egy sokkal nagyobb statisztikát. Tehát lehet, hogy valamire megoldásnak tűnik a válás, de úgy tűnik, hogy sokkal több gondot vesz az ember a nyakába, és természetesen nem is beszélve arról, hogy a gyerekekre milyen súlyos hatással van. Tehát azt kell mondanunk, hogy jobb megküzdeni. Még ha a társadalom olyan olcsón azt is mondja, hát ha nem megy, akkor legfeljebb elváltok, vagy legfeljebb elválok, nem olyan más is elvált, azt kell mondanunk, hogy a legritkább esetben tudjuk azt mondani, hogy a polgári válás, egyházi válás nincs. A polgári különélés és esetleg a polgári válás az elfogadható lehet, elsősorban azokban az esetekben, ahol bántalmazás történik. Tehát ahol menteni kell a saját életemet, a gyermekeim életét, a gyermekeim jövőjét, mert teljesen tönkreteszi az a másik. Ott az életvédelem a jövő mentése miatt elfogadható lehet a különélés, esetleg a polgári válás, de a szentségi kötelék akkor is megmarad. És hát nem kizárt az Isten, ahogy osztogatja a lapokat, hogy az ilyen különélés után visszatalálnak egymáshoz, és tudnak együtt szépen megöregedni. Hogyha megkérdezünk párterapeutákat arról, hogy melyek azok a leggyakoribb okok, amivel párterápiára bejelentkeznek bajba jutott vagy krízisbe jutott házaspárok, akkor három dolgot szoktak általában felsorolni, hogy ezek azok, amik leggyakrabban előfordulnak. Az első ilyen ok az, hogyha arról számol be a pár, hogy nagyon elmérgesedett a légkör közöttük. Nagyon sok az agresszió, nagyon sok a lekicsinylő, megalázó szóváltás, sok a konfliktus, és ez ilyen elmérgesedett, nem tudjuk az okát kibogozni, hogy miért is vagyunk konfliktusban. A másik fő ok, amivel föl szokták keresni a terapeutákat, az a fajta légkör, amire azt mondhatjuk, hogy hát egy elhidegült légkör, amikor egyre inkább úgy érzi a házaspár két tagja, hogy hát nem sok közünk van már egymáshoz, nem vonz a másik, nincsenek úgy konfliktusaink, de igazából közünk sincsen egymáshoz. És a harmadik ok, amiről majd látni fogjuk, hogy ez inkább következmény az eseteknek a legnagyobb részében, az az, hogy hát megjelent egy harmadik, akivel vagy konkrétan meg is csalta az egyik fel a másikat, vagy pedig hát érzelmileg elkezd kifele kacsingatni a házasságból. Azért azt látni fogjuk, hogy ez tényleg a legtöbb esetben inkább következménye a házasság válságba kerülésének, mint hogy oka lenne. És itt azért még egy nagyon zárójeles megjegyzést tennénk, hogy nagyon gyakran a szerzetes rendekben is, ugyanúgy, mint ahogy mindenféle ilyen család jellegű közösségben ugyanezekkel a problémákkal tudunk találkozni, tehát hogy akkor gondolkodik el valaki arról, hogy esetleg ott hagyja azt a közösséget, amiben él, hogyha ezeket a dolgokat tapasztalja meg. Azért nyugtassatok meg, hogy egy kicsit mindegyikünk házasságában vannak elmérgesedett napok, meg agresszív konfliktusos légkör, meg elhidegülés, a harmadik azt nem, de hogy valameddig ez belefér, honnantól kezdve lehet azt mondani, hogy ez sok? Nincs olyan házasság, ahol ne lenne vita, szóváltás, néha sértett hallgatás, és akkor, ha ilyet tapasztalunk, akkor megállapíthatjuk, hogy egészséges, normális a kapcsolatunk. Tehát nem attól krízismentes egy házasság, hogy nincs benne semmi probléma, tehát ezt szögezzük le. Akkor kell odafigyelnünk, hogy már szakad a szál, ahogy a képen látszik, hogyha állandósulnak ezek a helyzetek, tehát hogy nem tudunk kikeveredni az agresszív megoldásokból, hogy nem tudunk közeledni egymáshoz, tartósan távol érezzük magunkat,
és hogyha elkezdenek nagyon vonzani már külső emberek, és azokról fantáziálnak, hogy mennyivel jobb lenne a titkárnővel beszélgetni, vagy akár azt vesszük észre, hogy házasságon kívüli emberekkel sokkal jobban érezzük magunkat tartósan, mint a házastársunkkal. És a következőkben arról fogunk gondolkodni közösen, hogy eddig a súlyos krízisnek nevezhető állapotig hogyan lehet eljutni, milyen tényezők vezetnek el egy párt idáig. És akkor ezen keresztül egy picit azt is megnézzük, hogy mire kell figyelnünk, vagy hol kell picit változtatni az életünkön. Az első nagyon fontos szempont, amit hangsúlyozunk, amit úgy hívunk, hogy életszerep súlypont. Mi az, hogy életszerep? Nyilván ez is egy pszichológusok által szeretett fogalom. Arról szól, hogy sok-sok feladatunk van, sok elvárás van velünk szemben az életben, és nyilván mindegyiknek valamilyen szinten meg kell felelnünk, vagy meg akarunk felelni. Ezek közül a házasságunk a leges-leges legfontosabb. Tehát a legfontosabb életszerepünk, úgy is mondanám, hogy hivatásunk a házasság. Minden egyéb szerepünket, feladatunkat felülmúlja fontosságban, tehát a legtöbb energiát a házasságunkba kell fektetnünk. Igen ám, csak az élet hoz olyan helyzeteket, akár normális szituációkat is, például amikor gyerekek születnek egy családban. Nagyon-nagyon lekötik a figyelmünket. Vagy beteget ápolunk, idős ember van a családban, aki nagy figyelmet igényel. Ezek az átmeneti feladataink néha eltolják a figyelmünket, kicsit elbillen ez a súlypont, de még ezekben a helyzetekben sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a házastársunk az első. Ha hosszú ideig elfeledkezünk erről, akkor a hajunk már nagyon-nagyon megbillen. Úgy látszik, nekem jutnak a hajós képek. Szintén a krízisig vezethet, hogyha nem beszélgetünk eleget és elég mélyen egymással, mint házastársak. Megtörténhet az, hogy szinte csak megbeszélések vannak már egymás között, igazi mély beszélgetések nem lesznek. Nekem úgy eszembe jut az, hogy az Isten hogy beszél velünk? Amikor az Isten beszél velünk, akkor egyrészt önmagát közli. Krisztus mindent elmond az Atyáról, Szentháromságról, az Isten önmagát közli felénk. Másrészt, amikor beszél hozzánk az Isten, akkor megoldja a helyzetünket. Tehát, hogy mondja, megszereli az emberi létet, megvált minket. Egy picit ilyennek érzem a férfi és a nő beszélgetését. Nőknél a beszéd, mintha inkább önközlés lenne. Sokat beszélnek, az a lételemük. Ahogy levegőt vesztek, hát az a lételemük beszélgetni. A férfiaknál mi szeretjük inkább a csöndet, és ha baj van, beszéljük meg, drágám. Tehát szereljük meg beszélgetéssel az életünket, és mikor beadja az asszony a vállópert, de hát beszéljük meg. Tehát az történt, hogy idáig nem beszélgettél vele. Tehát fontosnak tartom, hogy házasságban mind a két fajta beszélgetést műveljük, az önközlést, amikor csak úgy magunkat közöljük a másikkal, kimondjuk örömeinket, terveinket, bajainkat, bosszúságainkat, és amikor meg is beszélünk. Itt mind a kettőnknek azt hiszem egymáshoz hajlani kell, alkalmazkodni kell. Hát ennek oka lehet talán az, hogy rossz mintát hozunk otthonról, ahol nagy elhallgatások voltak, vagy nem találjuk meg azt a minőségi időt, amikor csak ketten elmegyünk, és ott nem csak megbeszélünk, hanem időt adunk egymásnak, hogy a mély témák is előjönnek. Szóval kommunikáció nélkül, szent háromságos kommunikáció nélkül nincs kommunió közösség. Következő ilyen tényező, ami hát rossz irányba sodorhat egy házasságot, az az, hogyha nincsenek közös élményeik, vagy alig-alig van közös élmény. Korábban már beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek közös élmények, de ugyanakkor természetesen ez nem jelenti azt, hogy hát Miklós példájával élve, hogyha a feleség nem szeret horgászni, akkor neki nem kötelező, nem tudom, egy szombat reggel hajnalban kint ülni a tóparton. Tehát lehetnek hobbik, amiket külön művelnek, de hogy a legfontosabb dolog az az, hogy mégiscsak azért az élményeknek a legnagyobb része az közös élmény legyen, olyasmi, amit együtt csinálnak, amit együtt élnek át. Most nyilván ezekre nagyon sok teljesen reális magyarázatot föl tudunk hozni, hogy miért nincsenek ilyen közös élmények, hiszen hihetetlen nehéz ezeket megszervezni. Valóban nagyon kevés a szabadidőnk, pláne ezt összehozni, hogy mikor van szabad ideje egy házaspárnak egyszerre, akkor nyilván ezek pénzbe is kerülnek azért sok esetben ezek az élmények. Tehát nagyon sok az a tényező, ami valóban
valójában nehézé teszi ezeknek az élményeknek a megszerzését. Ugyanakkor nagyon megéri, és hogy ezeket akár rendszeresen beiktatni, akár pedig egy-egy alkalommal beiktatni a házasságba, hát természetesen életmentő lehet. Volt egy barátom, akik érezték azt, hogy távolodnak egymástól elég jól a házasságban. Dolgozik mind a kettő, rendesek, sok gyereket nevelnek, és kitalálták azt, hogy beiratkozunk tánciskolába. Ott közel kell egymáshoz kerülni, ott hozzá kell érni a másikhoz, nem hidegülünk el, közben jókat beszélgetünk, az rendszeres, nem tudom, hogy szerda este 6 óra kész, tehát mindent úgy igazítunk, hogy akkor tánciskola, és nagyon jót tett a házasságuknak. Idő, középkorú házaspárról van szó. Szóval ez egy jó ötlet ilyet kitalálni, ami közel hoz minket egymáshoz, és sanszot ad az Istennek arra, hogy gyógyítgasson minket. Külön beszélünk arról, hogy nagyon-nagyon vágyik minden ember arra, hogy megerősítést kapjon a másiktól, hogy érezze azt, hogy a másik szereti. Nem tudom, hogy emlékeznek-e arra, amikor korábban a kommunikációról beszélgettünk, és ott használtunk egy olyan hasonlatot, hogy a kapcsolatnak van egy érzelmi bankszámlája, amelyre befizetünk, és amelyről kiveszünk. És a pozitív visszajelzések, amelyek egymást megerősítik, a kapcsolat érzelmi bankszámláját töltik, és egyre elégedettebb lesz a pár, azzal, hogy kap visszajelzést arról, hogy szeretjük egymást. Miért nem szoktuk ezt visszajelezni? Néha arra gondolunk, hogy hát már megszoktuk, hogy együtt vagyunk, ez természetes, hogy szeretjük egymást. Nem természetes. Állandóan szeretnénk erről bizonyságot szerezni. Tehát állandóan dicsérni kell egymást. A gyöngétségnek állandónak kell lenni egy kapcsolatban, test és lelki értelemben is, tehát hogy járja át a pozitívum az egész kapcsolatot. És hogyha átjárja, akkor úgy érezzük, hogy valaki elfogad, valaki megerősít minket, biztonságban vagyunk. Ha ezt nem kapjuk meg, akkor hatalmas hiányérzet keletkezik, és nyilván ez is lök kifele más megerősítő személyek felé. El szoktuk hibázni egy téves gondolkodással, amikor azt gondoljuk, hogy a másiknak tudnia kellene, hogy én mire vágyom. Tudnia kellene, hogy puszire vagy ölelésre vágyom, vagy tudnia kellene, hogy dicséretre vágyom-e. És én ezt nem kérem tőle, mert hiszen, ha nem adja, az azt jelenti, hogy nem is szeret. És hogyha nem szeret, akkor én durcás lehetek, megsértődhetek, és bezárkózom. És egy ördögi körbe kerül egy ilyen hibás gondolkodás nyomán a házaspár, mert hogyha valaki bezárkózik, elzárkózik a másiktól, és nem fogadja a másik esetleges pozitív megnyilvánulásait, akkor mindenki előbb-utóbb leáll. És elkezdődik az a helyzet, amiről itt az előző dián már beszéltünk, hogy távolodni kezdünk egymástól, elhidegülünk egymástól, és egyszer csak azt veszük észre, hogy nincs közünk egymáshoz. Meg kell erősítenem, hogy a testi, lelki gyöngétség mind a kettő fontos. És ahhoz, hogy a testi gyöngétség és a testi kommunikáció is megmaradjon, ahhoz, hölgyek urak, hát vonzónak kell lenni. 30 évesen is, 40 évesen is, 50 évesen is. Tehát otthon szeretünk úgy melegítőbe lenni, meg ki milyen alsó ruhába, az asszonyokra fölkerül az otthonka, borzasztó. Tehát csodálkozom, hogy a férjem másfelé kacsingat, meg nem vagyok vonzó, kívánatos otthon, a munkahelyén pedig bezzeg milyen ápolt férfiakkal, meg ápolt nőkkel találkozik. Szóval van, amit otthon hazamenve ki kell dobni, hölgyek urak. Tehát, hogy kell tudni otthon is vonzónak lenni a párom számára. És hát a testi gyöngétséghez még azt mondjam, hogy nem úri huncutság az, hogy néha megsimogatni a feleségemnek az arcát, vagy megölelgetni, megcsókolgatni, gyöngédnek lenni hozzá, nem csak a szexuális aktusra gondolunk, hanem egyáltalán gyöngédnek lenni hozzá egész nap. A múltkor a hospice-ról beszélgettünk, haldoklásról beszéltünk. Vannak emberek, akiknek az érintés többet ér, mint a mély lelki beszélgetések. Szóval ezt tessék megadni egymásnak, hogy megérinteni egymást, testileg is kommunikálni a másikkal, nem csak mindig szóban. A világ az egy nagy daráló, és nagyon elvisz minket egymástól, és szóban is, testben is folyamatosan kommunikálnunk kell.